Sziasztok, Rocktenors! Hát itt vagy karácsonyfa mögöttünk, tehát más téma nem is lehet, mint a karácsony. Hogy zajlik egy igazi Rocktenors karácsony? Főleg itt a fivérekre nézek, akik hát ugye egy családban. Igazából volt már, hogy hárman együtt karácsonyoztunk, még másfél éve, két éve? Aha, másfél éve együtt karácsonyoztunk, a Márk egyedül volt otthon és átjött hozzánk. Hát hogy telik? Hát mit csináltunk akkor? Ettünk halászlét. Ettünk halászlevet. Nevetgéltünk. Elhalmoztuk a Márkot jó kis ajándékokkal. Nagyon szép ajándékokat kaptam. A Mári annyira gondolt rám, hogy vett nekem egy kivit, és hát egy üdítő italt is becsomagolt egy ilyen kis-kicsi dobozosat, úgyhogy mondtam is, hogy mindig erre vágytam, és ezt megkaptam tőle. Kapott egy nagyon izgalmas horrorfilmet tőlünk, ami annyira izgalmas volt, hogy kb. 2 perc alatt elaludtunk rajta. És ami a boltba már leértékelt 200 forint. Ha ajándékoknál tartunk, akkor ti is így utolsó pillanatban vásároltok, mint Müller Attila, vagy pedig így előre gondolkoztok? Én az utolsó utáni pillanatban vásárolok általában. Nem azért, mert leértékelt, hanem egyszerűen nem vagyok az a... Azért, mert egyszerűen én nem tudok órákat nézelődni ajándékokon meg ilyesmi, hanem bemegyek, és eltöbb a karácsonyi vásárlás illetom fél óra alatt. Igazából együtt szoktunk vásárolni Zolival, hogy... Akkor egymás ajándékát így hogy? Nem tudjam odaadni. Nem tudom, nálunk ez nem volt divat, hogy hú, most akkor titokba vásárolunk egymásnak. Mi vásárolunk, tetszik, megkapod, használd egészséggel. És fordítva is. És fordítva. Márk? Én szeretem a nagy karácsonyi felhajtást, bár nem szeretek részt venni benne, mert túl sok az ember, amikor ajándékot kell vásárolni, úgyhogy én igazából karácsonyt egy nappal elintézem gyorsan az egészet. Az apolós fiúk itt beszámoltak arról, hogy náluk hogy zajlik egy nap, hogy ki miből veszi ki a részét, nálatok ez hogy szokott lenni? Mire gondolsz, egy átlagos hétköznapra? Nem, a karácsonyi, hogy például sütögetések, meg stb. Hát én általában fönt fekszem a szobámban, és este lemegyek vacsorázni. Nálam ez a karácsony. Nem. Apolós Tibi mondta, fetreng. Igen, tehát alapvetően én a nagy karácsonyi takarításban, meg sütés-főzésben nem nagyon szoktam részt venni. A kisöcsémmel, meg a nagyöcsémmel néha földíszítjük a fát. Néha. Igen. Tehát ilyenekben szoktunk részt venni, illetve én szeretek olyankor kolbászolgatni a rokonok között, mert ott mindig van valami izgalmas. Akkor ezek szerint nagy családi körben zajlik? Hát nálunk úgy szokott zajlani alapvetően a karácsony, hogy este csak a szűk család, vacsora, ajándékozás, minden, ami ilyenkor szokás, és utána átmegyünk a nagyobb család, anyukám családja, együtt ünnepli a karácsony, tehát olyankor egy olyan 30-an vagyunk körülbelül, és együtt ünnepelünk. Márk, nálatok is így zajlik? Nem. Nem, hát nálunk a karácsony régen úgy zajlott mindig, hogy volt a nagy táborosi család, és akkor mindig átmentünk közösen apuval meg anyuval, és akkor a sok rokon között megajándékoztuk egymást, vacsoráztunk. Az utóbbi időben meg az szokott történni, hogy feldíszítjük a karácsonyfát reggel, magajándékozzuk egymást, és sajnos csak ennyi. De most ez meg fog változni, mert az apukámhoz, hogy Svájcból is végre vele karácsonyozhatok 6 év után, vagy nem tudom mennyi év után. Nálunk kicsit ilyen hagyományosabban működik. Gyorsan soroljuk el a kedvenc ételeiteket, amit így hagyományosan fogyasztotok a családdal. Karácsonykor? Igen. Karácsonykor. Ja, jó. Hát karácsonykor... Hamburger. Gyros. Big Mac szendvics. Big Mac szendvics. Egy kis kínai. Ami van. Desszertnek pedig. Kuki. Kebab. És hogyha még éhes vagy, akkor beverhetsz egy párizsi szendvicset. Nem, kezd az ünnepi lakomban. Nem, hát minden, ami ilyenkor hagyományos. Halászli az elkerülhetetlen nálunk is, anyukám fantasztikus. Töltött káposzta az nálunk is, és ráadásul nálunk ugye mi ugye Szabolcsba jöttünk, és Szabolcs a töltött káposztát csinál anyukám, ami meg isteni, az ilyen paradicsomos történet az egész, és imádjuk. Aztán ilyen sült húsok, leves, süti, sült krumpli. Édesség az micsoda? Édesség nálunk? Ez
mindig ilyen házi süti szokott lenni általában. Anyukám nagymama féle házi süti. Igen. Meg a nagymamám fantasztikus a mákos beiglit csinál. Mákos. Milyen messze van a karácsony? Hál' Istennek már közel van. Olyankor azért a pár nap alatt egyébként egy olyan 36 kilót hízom. Tehát amit aztán... sikerült így az X-faktorral az Zolinnak leadnia, azt most így vissza is szedi szerintem. Igen, de szilveszterkor úgy is leadja, úgyhogy... Igen, mert szilveszterkor bulizunk és eszünk. Ha nem, akkor tartod a súlyodat. A Zoli, hogy mondja, tartom a verseny súlyomat. Tudjátok, mennyi idő volt ezt elérni? Annyit dolgoztam rajta. És mennyit dolgozt, hogy visszaszedjed? Jesszusom. Kedvenc ételek? Hamburger. Karácsony, hamburger, gyrosz. Nem, hát... Nem tudom, én... Karácsonykor mindig... Igen, például, amit Zoli mond, az tök igaz. Meleg szendvics, ezt például nagyon szeretem. Ami van, sonka, kukorica, alapanyagok. Ezeket nagyon szeretem. Igénytelenek vagytok, komolyan veletek egy háztartásba jönni, gondolom az álom lehet, mert így össze egy szendvics, és jól el vagytok. Tehát... Hát szerintem mi vagyunk a leginkább, akikre nem kell költeni semmit, mert megoldjuk. Én mindig karácsonyra anyukámtól egy húsos szendvicset kérek. Milyen szép anyag. Semmi rockstar igények, tehát így várna az ember, hogy valami rockstar igény, és erre ilyen tök kis egy szendvics. Ha persze, hozzatok karácsony lotyókat, meg hozzatok ízé rockzerét, meg ízé sört viszkivel. Én erre vágyom. Nem, hát mi is normális emberek vagyunk, tehát mi is vágyunk arra, hogy karácsonykor nyugalom legyen, meg itt hangulat, meg ilyesmi. De ez általában nem jön létre. De, ez nálunk létrejön. Igen. Csak a szobádban, miközben nézed a filmeket. Igen. Nálam a karácsonyi hangulatot egyébként mindig a Grinch című film hozza meg. Azt hittem a reszkesetek. Az is egyébként. A nagy kedvenc. Igen. Még a Zoliéknak még videókazettán jutottam, hogy nekem ez megvan még eredetiben. Gyulcsik Tibivel kapcsolatban muszáj vagyok megkérdezni, az apolos fiúk már megnyugtattak minket, hogyha esetleg, hogy ne kelljen már neki lencsövezni a metróba. Befogadnátok őt karácsonyra? Gyulcsik Tibit? Persze. Figyelj, azért a pókemberrel karácsonyozni az nem gyenge dolog szerintem, simán. Még belegondolva érdekes karácsony lenne a Gyurcsik TV-vel, de pont ezért én simán bevállal. Igen, ez egy érdekes dolog lenne. De jó. Akkor most már mindenki megnyugodott, mert két csapat is áldását adta Gyurcsik TV-re karácsonykor. Mit üzenétek a rajongóknak így az ünnepek előtt? Boldog karácsonyt! Télapó itt van. I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year! Hát ez bitangul hamis. Köszönöm szépen, fiúk! Boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt mindenkinek! Boldog karácsonyt!